Tanácsülést tartott tegnap a Berksztazi Járási Tanács, és a kérdésekből kettőt kiemelnék, mert úgy gondolom, hogy érdemes beszélni. Az első az a járásunk ügyésze, Denis Gériák beszámolója volt, amelyet előzetesen a bizottságok megvitattak, megbeszéltek, és ennek alapján a tanácsülés elfogadta a beszámolót, amelyben a járási ügyész sikeres munkáról számolt be. Ami másik, ami rendkívül fontos jelen pillanatban számunkra, és a KMKS a járási frakció előkészítette egy nyilatkozatot, amelyet a ukrajna miniszteri kabinettjéhez címeztünk. Tehát az úgynevezett 5 kilométeres határzónáról, határsávról van szó, amelyet úgy gondolunk, hogy rendkívül sok kellemetlenséget, fejfájást, szükségtelen feszültséget fog okozni, és már jelen pillanatban is okoz a határmenti vezetbe élőknek. És hát ne felejtjük el, hogy a határmenti vezetbe 200 ezer ember él Kárpátalján. Ezért úgy gondoljuk, hogy nem csak számunkra fontos ez a kérdés, és reméljük, hogy majd később mások is csatlakoznak ehhez a nyilatkozathoz, és szintén kérni, követelni fogják azt, hogy az úgynevezett hetes pontot a határmenti üvezetbe kialakított különleges ö, rezsimről. Ezt a kormány törölj el, ugyanis rendkívül sok feszültséget okozna az embereknek, is, még többet fog, meglátásunk szerint, a közeljövőben. Mi azt ajánljuk, hogy mivel minden ukrán állampolgárnak van személyi igazolványa, amelyben fel van tüntetve a neve, a születési adatai, az, hogy hol lakik, fotóban van az illető arcmásáró. Tehát mindenféleképpen ezt törvény szabályozza Ukrajnába, hogy minden 14 évet betöltött a embernek személyi igazolványjal kell rendelkeznie. És eddig is ugye már el, a törvény előírta, hogy a határzónába élők kötelesek voltak a személyi igazolványt magukkal vinni, felmutatni szükség esetén. Éppen ezért furcsájuk és rendkívül, tehát úgy gondoljuk, hogy fölösleges terheket róla az emberekre, és megkérdeztük például, hogy hány szemét tudnak naponta a munkácsi határőség fogadni, amelyhez a beregszási járás is tartozik. Hát ők szerintük naponta 300 szemét tudnak kiszolgálni. Úgy gondoljuk, hogy ha a 200 ezret összevetjük a 300-zal, az igencsak hosszadalmas lesz, és közben persze az embereknek szántani, vetni, dolgozni, sőt a diákokra is vonatkozik, tehát iskolába menni szükséges is, hát egyáltalán a normális mozgás biztosítani a lakóhelyeken belül, vagy azon kívül. Éppen ezért, mint mondtam, arra kértük, hogy törőjek el ezt a pontot, teljesen szükségtelennek tartjuk, és a jövőben pedig fogadják el, hogy mindenkinek van személy azonosságrat igazoló dokumentum, amelyet Ukrajna törvénye elő is ír.